Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Nagy Viktor vagyok. Mutatom, mit kínálunk a következőkben. Egy szövevényes világ elevenedik meg Csízi László alkotásain. A szerelemről énekelt Gregor Bernadett Szexárdon. Sok gyerek vett részt a Babits táboraiban. 110 zenésszel lépett fel a DDRF Szexárdon. Fények és hullámok világa címmel nyílt meg Csízi László kép grafikus kiállítása a Tamási Galériában. A képekben rejlő struktúra, az apró részletekből kialakuló foltrendszer, az ebből származó háló szövedéke ragadta magával a művészt jó pár évtizeddel ezelőtt. A számítógép segítségével készült képek mögött sokszor több napos, akár hetes háttérmunka is áll. Csízi László képgrafikus első kiállítása 1980-ban volt, ahol többet magával mutatta meg munkáit az érdeklődőknek. Azóta az ország számos pontján láthatóak voltak már alkotásai. Az ötlet az összetett, nem ilyen egyszerű pillanatban született. Tulajdonképpen én kora gyerekkoromtól kezdve szerettem rajzolni, festeni, tehát eleve meg volt egy érdeklődés. Hát nevezzük így, hogy alkotások iránt a képzőművészet irán, és az egyetemen viszont megtanultam a számítógép használatot, a programozást, megismertem műszakilag belülről az eszközt, és amikor az akkori cégemnél, a Pécsi Posta Igazgatóságnál tudtunk vásárolni egy mikroszámítógépet, ami magyar gyártmányú gép volt, még a 70-es évek közepén, amikor még nagyon elérhetetlenek voltak a számítástechnikai eszközök, akkor azonnal elkezdtem kísérletezni vele, eleinte természetesen szakmai munkára használtam csak, később pedig a szabadidőben elkezdtem foglalkozni azzal is, hogy hogy lehetne ebből grafikai eredményeket is kicsikarni. Egyrészt szerencsétlenségemre, másrészt szerencsémre azokkal a gépekkel csak a legalapvetőbb dolgokat lehetett ábrázolni, tehát pontot, vonalat. Most ez annyiban nagy szerencse, hogy ezek teljesen alapelemei a grafikának, tehát nagyon tiszta dolgokat lehet ezzel előállítani. Most a szerencsétlenség az volt, hogy ezek persze kis teljesítményű gépek, úgyhogy nagyon manuális volt azért a munka. Így az első kísérletek arra terjedtek ki, hogy tudok nagyon szép vonalrendszereket úgy készíteni, hogy azok nagyon pici eltéréssel, egymáshoz nagyon közel megrajzolva azt a tiszta szépséget ábrázolják, hogy alakul át a dolog, az egyik ritmus, hogy átmegy egy másik ritmusba. És ezek olyan képek voltak, vagy rajzolatok, amit biztos, hogy kézzel nem lehetett volna előállítani. Tehát ez egy nagy lökést adott, egy lelkesedést, hogy valami különleges dolgot lehet a számítógéppel csinálni. A Tamási Galériába válogatott darabokból álló kiállítással érkezett. Egy azonos mindegyikben, számítógépes grafikával készültek a természet vagy életünk egy-egy momentumát megelevenítő képek. Egy kicsit ehhez a múlthoz kapcsolódó képeket hoztam most, mert tudnék előtte két kiállítás pont ezzel a 80-as évekbeli grafikáimmal foglalkozott, az egyik Pesten, a másik Pécset, és részben a kiállításokhoz hozott újabb képeket. Mindjárt behoztam ide Tamásiba, hogy nekem visszavinni Budára, másrészt pedig kiegészítettem olyan képekkel, amik egy kicsit rokonságban vannak a régi kísérletekkel. Még azt teszem hozzá, hogy ezek a régi kísérleteknél egy fontos vezérelv volt akkor a számomra, hogy egy műszaki embernek mondjuk egy színuszfüggvény, vagy egy exponenciális függvény, vagy egy random, egy véletlen generátor, azok ilyen szent dolgok, és biztos voltam benne, hogy azok az arányrendszerek, amiket ezek a függvények képviselnek, azok hasznosíthatók a vizuális kultúra területén is. És ilyen függvények kombinációiból írt programokkal rajzoltam akkor. A képek születését sok minden inspirálja a képgrafikusnál,
a látogatót pedig tovább gondolkodásra késztetik a vonalak és a görbék sokasságából álló művészi alkotások. Van egy tipikus verzió, hogy kiírnak egy pályázatot valahol, és akkor annak van egy témája, itt is lesznek olyan képek, amik ilyen téma vezérelten készültek, és akkor megpróbálok hozzá nyersanyagot keresni, és megcsinálni a képet, ami beillik ebbe a témába. A másik gyakori dolog az, hogy valami megtetszik, és azt mondom, hogy ebből kell csinálni valami képet, egy különleges dolog, ami engem megfog. Sokan azt gondolják, hogy a számítógépes grafika úgy készül, hogy az ember megnyomja a gombot, vagy a billentyűt, és egy entert ad, és akkor potyognak ki a képek. Tehát itt akármelyik képet, ha nézzük, akkor rengeteg manuális munka van mögötte. Tehát valójában még egy struktúrát én előállítok valamilyen természetes látványból. Ez alatt számítógéppel is egyrészt sokat kell dolgoznom, másrészt utána ennek a struktúrának a tovább alakítása során van úgy, hogy egy-két hétig, három hétig rajzolok valamit, egy olyan alaprendszert, amiből utána a végén majd létrejön befejezésként a végleges mű. Tehát a számítógép az csak egy eszköz. Tehát az ember, hogyha képeket szeret csinálni, mert ez a hobbija, vagy ehhez úgy érzi, hogy van érzéke, vagy ezt imádja egyszerűen, akkor teljesen mindegy, hogy milyen eszközzel dolgozik, akkor a képet létrehozni az annyit jelent, hogy egy új világot létrehozni, valami mást létrehozni, mint aminek nagyon sok rokonság van a környezettel, a látvánnyal, mindennel. Sokszor összetett kapcsolat ez, mert a naturális képeken nagyon valósághű fotószerű ábrázolások keletkezhetnek. Még például én, ha makróképeket csinálok a természetről, és a leghűségesebb módon adom vissza a foltjait, akkor is az teljesen elvont és absztrakt világnak tűnik. A kiállítás augusztus 28-áig várja az érdeklődőket a Tamási Galériában. Vörös szerelem címmel tartott Sanzonestet Gregor Bernadett, Jászai Mari díjas színművész Szekszárdon. A mindenkor aktuális témának a boldog, vad és szomorú árnyalatait is megmutatta a színésznő a régi idők dalai segítségével. Soha sem mond, hogy túl vagy már mindenem, nem jöhet új az életben. Gregor Bernadett, a Jászai Mari díjas színésznő szórakoztatta augusztus első hétvégéjén a Szekszárdi Művészetek Házába látogatókat. A műsorban Karádi Katalin és Rutkai Éva legismertebb dalait és más sanzonokat is hallhattak az érdeklődők élő zongora kísérettel. Gonda László kiváló zongorista kollégámmal és barátommal sanzonokat hoztunk ma estére, régi filmslágereket. Hát kicsit retro lesz a mai műsor, de az én szívemhez és az ízlésvilágomhoz nagyon, nagyon közel állnak ezek a régi dalok, régi sanzonok, amelyeket különben a közönség is általában szinte mindegyiket ismerni szokta és énekelni szokta velem. És hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem azért bizony színésznőként vannak olyan példaképeim, mint például Karádi Katalin, akinek rengeteg gyönyörű, szép, szerelmes nótája van. Lassan 10 év, de talán lehet, hogy több kezdtem el sanzonokat énekelni. Először csak zenei alapokkal, és aztán a jó sorsom összehozott Gonda Lászlóval, és hát egészen más különben
zongora kísérettel, tehát élő zenével játszani ezeket. És azt tapasztalom, hogy mindemellett, hogy más világot élünk ma már, mint, tehát nem valószínű, hogy egy fiatal régi magyar filmeket fog nézni, de mégis azt tapasztalom, hogy egy Hamvadó cigaretta vég című dal, az nem idegen a 20 évesek előtt sem. Hamvadó cigaretta vég, rongálcán csendben égig ég. Kis cigaretta, te hidd nekem el, engem is csak végre dobtak el. Voltam én is ifjú lángoló, híbor piros ajkát csak csábító. Most a szobámban magam vagyok én, s merengek a múltak. A műsor alappillérét a mindenkor és a legtöbbek számára aktuális szerelem adta. Általában ezek a sanzonok a szerelemről szólnak, és a szerelem tulajdonképpen egy olyan, olyan tágfogalom, ami mögött nagyon sokféle dolog elfér. Mert vannak olyan dalok, amelyek a beteljesült szerelemről szólnak, boldogságról szólnak, amikor valaki megtalálja a párját, és boldog vele, és hát persze ott van a csalódás is, és a könnyek is, úgyhogy színésznőként is egy nagyon érdekes feladat különben sanzonokat énekelni, mert vannak olyan sanzonok, például Kis Ivett című sanzon, ami egy nagyon rövid sanzon, de tulajdonképpen egy hölgynek egy párkapcsolati drámáját mutatja be. Úgyhogy nagyon sok mindent lehet színészként is kezdeni ezekkel a dalokkal. A kis Ivett, nem volt még babája senkinek, A művésznő azt mondja, bár nehezen élték meg a pandémiát, valahol mégis hálás érte. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én tartozom egy társulathoz, és én a Covid alatt is tartoztam egy társulathoz, hiába nem voltak előadásaink, de mégis volt egy biztonságérzetem mindenféle szempontból. És az elmúlt, a Covid-járványt megelőző 25 évben, amikor már színésznő voltam, én magamnak soha nem engedtem volna meg pihenőt. Se két hetet, se több hónapot. Tehát jött egy olyan kényszerű leállás, amivel nem tudtunk mit csinálni, mint elfogadni, hogy ez van. Ilyenkor nyilván ez is ilyen fura, hogy elkezd az ember tiltakozni, hogy nem, de még dolgozni szeretek, és hogy szeretnék, és hogy az az idő, ami eltelik munka nélkül, az olyan hiába valóságnak tűnt. És aztán egyszer ráéreztem annak az ízére is, hogy egy kicsit meg kell állni. Egy picit át kell gondolni, hogy amúgy mi volt abban az elmúlt 25 évben, mert hogy ez a kényszer pihenő nincs, akkor talán ez a befelé fordulás sincs. De nem szeretném ettől függetlenül, hogy bármi olyan dolog visszajöjjön, akár Covid-járvány, vagy bármi, ami arra kényszerít bennünket, hogy ne tudjunk dolgozni. A hivatásomat én nagyon szeretem, de hát anyuka vagyok, szóval sok minden vagyok még azon kívül, hogy színésznő vagyok, és én azokban is mindig megtalálom az örömöt, ha csak egy apró dolgot mondok, hogy két gyönyörű juhász kutyám van, tehát a kutyáimmal sétálni az erdőbe, vagy a Gellért hegyen, az mind olyan program volt a Covid alatt, amiben nyilván sokkal több volt, mint amikor aktívan dolgozom, de ami fel tudott tölteni. És az a feladatom, tehát hogy miután amúgy prózai színésznőként vetemedek arra, hogy énekes műsort csináljak, hogy megérintsem, igen, hogy egy-egy dal előadása során a néző velem tudjon örülni, vagy éppen szomorkodni, és adott esetben a saját életére is ráismerjen arra az érzésre, amiről én énekelek. Bennem nem szokott megfogalmazódni az, hogy én üzenni szeretnék, én azt szeretném, vagy hát ez a cél, hogy akik eljönnek megnézni egy ilyen sanzonestet, az emlékezzen ugyanolyan jó szívvel ezekre a dalokra, merjen egy kicsit ellazulni, énekelni, belefeledkezni. Ezek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép. De egy picit felejtsük el, ami a kapunk kívül zajlik. Találkozunk majd te nevén.
Az idei esztendőben 4 tábort szervezett a Babits Mihály Kulturális Központ a nyári hónapokra. Az utolsó a Varázsasztal nevet viselte, melyben a kreativitásukat fejleszthették a gyerekek. A széleskörű kapcsolatrendszernek köszönhetően a babicsos táborozók sokféle érdekes programban vehettek részt. Az, amit láttunk ott legelől, mi volt az? Amikor először bementünk. Mi vagyunk néki. Igen, a néki hagyományokat, és azon belül is mit láttunk? Egy sárközi népviseletet láttunk. Egy kirándulás tapasztalatait, élményeit elemenítik fel a Babits Mihály Kulturális Központ Varázsasztal táborának résztvevői. Az itt szervezett táborok tematikájába beépül olyan program is, amelyek színesebbé, érdekesebbé teszik a gyerekek számára az itt töltött egy hetet. Nem véletlen, hogy évek óta gyakorlatilag teltházzal működnek ezek a nyári foglalkoztatók. A Varázsasztal táborban elsősorban azok a gyerekek vesznek részt, akiktől nem áll messze a festék és a színes ceruza a rendszeres használata. Akik most itt vannak, azok azért jöttek ide, mert nagyon szeretnek rajzolni, és nem csak rajzolni, hanem bármit alkotni. Lehet az egy varrás, lehet az egy nemezelés, vagy csináltunk textilfilccel pólókra rajzoltak. Ők maguk tervezhették meg a pólókat, és ez akkora élmény volt számukra, hogy nagyon élvezték. Ezáltal ugye nagyon sok minden fejlődik náluk. Többek között fejlődik ugye a finom motorikájuk, a képzelőerő, fantázia. Most például ugye le kellett rajzolják, hogy pörböljön milyen élményekben volt részük, és ugye felidézzék azt, hogy mi tetszett számukra a legjobban, miről beszélgettünk, láttunk ugye nagyon sok állatot, akkor azokról megbeszéltük, hogy micsoda, hogy hívják őket, miket esznek, mi jellemző rájuk, és akkor ezeket felidézve újra le kellett őket rajzolják meg, elevenítsék azt, ami számukra a legjobban tetszett ott, és amit élveztek. Látják is, meg is beszéljük, tapasztalják azt, hogy ők, vagy tapasztalják közvetlenül az állatokat, például, hogy a ugye 4 lábú emlős állat mit eszik, a kicsinyeik is, a vaddisznónak a kicsinyei is ott voltak, akkor azt is látták, és ez számukra szerintem egy óriási élmény, hogy nem csak képeken látták őket, hanem valóban és valóságban is megtapasztalták. A Babitsban minden nyáron tematikus táborok szerveződnek, és az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, az érdeklődés jelentős. Én azt gondolom, nagyon sikeresnek ítélhetjük meg valamennyi táborunkat. Összesen 4 tematikus tábor tervezett ebbe az évbe a Babits Mihály Kulturális Központ a nyári időszakra, és próbáltunk olyan programokkal, olyan fajta kialakítással készülni, ami több korcsoportot, illetve inkább több érdeklődési kört érinthet. Évek óta nagy sikerrel mennek a Varázsasztal címet viselő táboraink, ez zajlik jelenleg most ezen a héten is itt a Babitsban. Ez most az utolsó táborunk igazából a nyáron, mert hát nálunk ugye már a fesztivál szezon javában kezdődik a következő hetekben. Ez a Varázsasztal tábor az elsősorban ugye a kreativitásra épül, azok a gyerekek, akik szeretnek rajzolni, mesék alapján kigondolni ügyes, kreatív, kézügyességet igénylő dolgokat, mindig örömmel jönnek, de természetesen nem ezzel telik el az egész hét, hanem ennek is egy változatos szakmai tartalma van. A katasztrófavédelem, a rendőrség vagy éppen a Gemenci erdő megtekintése is érdekes tapasztalatokkal jár a gyerekek életében, mondja Berliker Attila igazgató. Önmagában vonattal való utazás is egy élmény ennek a generációnak, hiszen nincs ez már annyira benne a mai gyerekek életében, hogy vonatozunk rendszeresen. A természet, az élővilággal való közelség mindig fontos, egy kirándulás nagyon sok élményt tartogat, vadettetés és az állatok közelsége mindig megmozgatja a gyerekek fantáziáját, de visszatekintve az előző 3 tematikus táborunkra ugyanez elmondható. Volt természetjáró túránk, természetjáró táborunk, volt kalandtáborunk, ahol egy kicsikét még izgalmasabb dolgokat is megnézhettek a gyerekek.
Minden táborunkba beépítünk egy kicsit a város történetét, a város ismeretét előtérbe helyező programokat. A gyerekek olyan kirándulásokon, városon belüli sétákon vesznek részt, ahol érdekes épületeket, történeteket hallhatnak, akár a kollégáinktól, akár megint csak a partnereknek utalva a város történetét ismerő emberektől. A jelentkezésünk is szépen alakult, direkt nem akarunk túl magas létszámmal dolgozni, hiszen nincs annak értelme, hogy ne jusson idő a gyerekekre. Általában olyan átlagot tekintve 10-15 tematikus tábortól függően akár 20 főig is fölmehet a létszám, de ezt nagyon szépen tudjuk is tartani. Van egy stabil, úgymond tömegbázisunk is, vannak szülők, ahol a második, harmadik kisgyerek is abba a korba kerül már, hogy jöhetnek a táborba. Alapvetően alsó tagozatos gyerekeket várunk, egy-egy év fölfelé, lefelé mindig talán belefér, van, amikor egy testvér miatt is, egy kisebb vagy egy nagyobb testvér is szeretne jönni, ezeknek mindig teret adunk. Bár az idei táboroztatási szezon ezzel a varázsasztal táborral véget ért a Babicsban, és a figyelem most már a felnőttek felé fordul, hiszen közeleg a Születi Fesztivál és a Városnapja is, a tervek szerint a jó tapasztalatokat folytatva jövőre újra megnyílik majd a lehetőség a gyerekek előtt. Szekszárdon is bemutatta a DDRF, mit tanultak az idei táborban. A Dél-Dunántúli regionális fúvószenekar 7 évvel ezelőtt jött létre kevesebb, mint 40 fővel. Mára már több, mint 110-en szórakoztatták az érdeklődő közönséget. A Minik szabadtéri koncertjével kezdődött a Dél-Dunántúli regionális fúvószenekar szekszárdi bemutatkozása. A DDRF egy projekt fúvószenekar, akik évente csak két alkalommal próbálnak együtt, és sosem ugyanabban a felállásban. Ez egy ötlet volt az egyik volt iskolatársammal, Tóth Ada Eszterrel, akivel nagyon szeretjük a fúvószenekart, a fúvószenét és mindent, amihez tartozik, a közösséget, az élményt, az együttzenélést, és egyszer kitaláltuk, hogy hát csináljunk már egy olyan zenekart, amiben, ahol lehetőségünk van arra, hogy nagyon komoly, nehéz és nagyon jó darabokat is el tudunk játszani, és akkor megkérdeztünk egy pár embert, hogy lenne kedvük velünk játszani, és ez aztán úgy alakult, hogy bár 35-en kezdtük, most már 110-en vagyunk a színpadon. Ezt 2015-ben kezdték el, akkor még csak felnőttekből állt a zenekar. Azóta már az utánpótlást is építik. Pár évre rájöttünk, hogy jó lenne, hogyha magunkhoz szoktatnánk a kicsiket is, és ők most éppen a hátunk mögött adnak egy koncertet, ők a DDRF Mini, ők most ebben az évben 50-en vannak, és nagyon cukik, és nagyon aranyosak, és nagyon-nagyon ügyesek. Hogy mit látok rajtuk? Hát a szemük csillogását az az, amit lehet látni, amikor megszólalnak az első hangok, és akkor mindenki látszik, hogy öröm és boldogság van, és imádják, és ha vége van a próbának, akkor is leülnek, és együtt folytatják gyakorlatilag, mert nem bírnak betelni vele. A tábor szervezése az egy nagyon-nagyon nehéz történet, főleg anyagilag, mert az a filozófiánk, hogy nem szeretnénk, hogy bárki anyagi okok miatt kimaradjon a táborból, ezért a tábornak a részvételi díja az 5000 forint, és mi ebből az 5000 forintból gazdálkodunk, tehát most idén ebből kellett elutaznunk például Barcsra, meg Barcsol Keszthelyre, meg ma ide Szekszárdra. Éppen, hogy talán kijövünk ebből, de nem szeretnénk, hogy ez erről szóljon.
Tóth Bence elmondta, a táborban zajló koncentrált munka, amellett, hogy nagy élmény, felért egy szakmai továbbképzéssel is. Ennek az együttzenélés a célja. Ennek csak és kizárólag az együttzenélés a célja. Az, hogy leülünk, nagyon-nagyon élvezzük azt a munkát, ami a táborban folyik. Mindenki gyakorol, mindenki beleteszi mindenét, amit bele tud tenni, és akkor ez az, amit meg szeretnénk aztán a végén osztani a közönséggel is. A gyerekeknek mindenképpen azért ennek pedagógiai célzata is van, tehát ők nem baj, hogyha szokják a közönséget, és így csapatban természetesen ez sokkal egyszerűbb, mint hogyha egyedül kellene kiállni sok ember elé. A nagyoknál meg hát a közönség tapsa az nekünk az a megerősítés, amiről tudjuk, hogy ez nem csak nekünk tetszik, amit csinálunk, hanem másoknak is, és ezért nagyon várjuk, és hát ezt élvezzük a legjobban, amikor vége van a darabnak, és akkor halljuk, hogy igen, ez tetszett másoknak is. A nagyokkal próbálunk olyan széles repertoárt a közönség elé vinni, amiben mindenki megtalálhatja azt, amit szeret. Fogunk indulót játszani, nem történelmi indulót, hanem koncertindulót. Lesz egy Star Wars, egy Csillagok háborúja, egy 20 perces eredeti filmzene átirat, ami körülbelül úgy szól, mint tényleg az eredeti filmben. Lesznek könnyedebb átiratok, Frank Sinatra, lesz egy diszkós egyvelegünk, és hát még sok minden más is. Lesznek szóló darabok, például lesz egy fúvola szóló, meg egy eufónium szóló, amiben az az érdekes, hogy az eufónium hangszert talán sokan nem is ismerik itthon. Igyekszünk megfogni a közönséget, és a tegnapi koncert egyébként ezt ennek ékes példája volt, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok gratulációt kaptunk a közönségtől. Még a kuriózumoknál, ha tartunk, akkor lesz például egy ős bemutatónk is, az egyik fagottos zenészünk írt egy darabot, amit ma elő fogunk itt vezetni a világon először. A legjobb az, amikor elkezd szólni a zenekar gyakorlatilag magától, és mindenki pontosan ugyanazon a hullámhosszon mozog, és ugyanazon a hullámhosszon rezeg, ami nyilván 110 embernél azért nem egy egyszerű feladat. De ez tegnap is, és eddig is mindig is sikerült, úgyhogy nyilván, hogy ez lesz, és utána az az óriási öröm és feltöltődés, amivel azt mondjuk, hogy ez most nagyon jó volt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!